Petőfi Sándor szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot. Már hó takará el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, és még benne virít az egész kikelet. De íme, sötét hajam őszbe vegyül már, téldere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide, ki most fejedet keblemre tevéd le, holnap nem omolsz-e sírom fölibe. Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemimre könnyűző borítasz a szemfödelet. Rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet? Ha eldobod egykor az özvegyi fátyót, fejfámra sötét lobogó lakaszt, én feljövök érte a síri világból az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörelni vélek, könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, s e szív sebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is, örökre szeret. Bentett Német Julianna vagyok, a Fonyódi Gimnázium öreg diákjainak baráti körének az elnöke, és ma az alkotó öreg és ifjú diákok kiállítása lesz. 2004-ben alakult, tehát már komoly múltja van, ugyanúgy, ahogy a kiállításnak, ami 2009-ben volt először, tehát ez a 12. alkalom, hogy megrendezésre kerül. Sajnos tavaly elmaradt a járvány miatt, de most annál nagyobb lendülettel fogtunk neki. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy sokan elhozták az alkotásaikat, a diákok közül is, tanárok közül is van, vannak festmények, fotók, kézimunkák és különböző alkotások. Maga az alkotásvágy, az benne van ám mindenkiben. Ahogy benne van az alkotó emberben, az a vágy is, hogy megmutassa magát, hogy közönség elé álljon. A gimisek, mert többségében negyedikesek, emlékeztek ugye azokra az adisorokra, hogy szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. És ebben a látva lássanak figura etimológikában sokkal több van, mint a látvány. Ebben az van benne, hogy észrevegyenek, hogy megismerjenek, hogy értsenek, sőt, esetleg megértsenek. És ez nagyon fontos, ezért lép az alkotó ember a közönség elé, ezért áll ide ki a Berci, hogy szakszofonozzon nekünk, ezért áll ide ki a Vatari Ármin, hogy verset mondjon, meg azért állok én is ide ki, hogy elmondjam azt, amit szeretnék, mert nekem meg biztos, hogy katedra hiányom van. Az egyesület célja, hogy segítse a Mátyás Király Gimnázium tehetséges diákjait és magát a gimnáziumot eszközbővítéssel, továbbá pedig azt, hogy az öreg diákok egymással és az Alma Materrel is találkozhassanak. És jelenleg 210 tagunk van, ebben vannak alapító tagok, olyanok, akik a gimnáziumban végeztek, és vannak pártoló tagjaink is, ami szintén nagy öröm. A járvány megakadályozta egy kicsit az életünket, tehát tavaly évben nem olyan sok rendezvényt tudtunk csinálni. Az utolsó rendezvényünk októberben volt, egy székesfehérbeli látogatás, és az idén pedig áprilisban tudtunk először találkozni, még akkor csak 10 fővel és maszk nélkül, itt a Fonyódi Cool Café-nek a teraszán, és aztán nagyon sok helyen voltunk, tehát ennek ellenére gazdag, színes programunk volt, voltunk Tatán, Gyöngyösön, Gödöllőn, Hollóházán kirándulni, és minden évben megyünk Badacsonyba, az is egy nagyon nagy élmény, most körbejártuk a hegyet, és voltunk kétszer vitorlázni is, Balatonbogláról Révfülöpre. Nagyon szoros kapcsolatunk van különböző
civil szervezetekkel, például a Somogyak Baráti Körével, a Fonyódi Lions Klubbal, aztán a Mozdulj Közhasznú Egyesülettel és a Somogyváron két csoporttal is. Voltunk Somogyváron is, egy nagyon kedves meghívásra érkeztünk oda, és egy hirtelen ötlettől vezérelve még a Jeruzsálem táncra is beneveztünk, és a YouTube-on nagy sikerünk van. Thank you.